Hát egy olyan családból jövök, ahol talán két fontos dolgot kell elmondani erről a családról. Az egyik az, hogy feldolgozni az életünkben történt dolgokat, akár nehéz, akár társadalmi problémákról beszélgetünk családban. Mindig egy fontos elem a humor, vagy a poénkodás, talán sokszor cinizmus, talán sokszor szarkazmus. És mindeközben az is egy mindennapi dolog volt, hogy például egy olyan dolog, amit az antiszemitizmus nap mint nap úgy foglalkozunk, hogy elutasítjuk, eltávolodunk, távol tartjuk magunkat tőle, és próbáljuk ezt feldolgozni beszélgetéssel és ugyanilyen humorral. És hogy mikor én felkerültem Pestre, Budapestre, akkor sokszor testközelből találkoztam az antiszemitizmussal, a zsidók iránti ellenszemmel, és sok zsidó barátom lett mindeközben. És észrevettem, hogy ez a bizonyos humoros hozzáállás, vagy a poénkodás, az sokszor kellemetlen helyzeteket is előidézhet, hogyha valaki engem közelebbről nem ismert. Például egyszer egy nagy zenekari próbán, amikor valaki, azt hiszem, nem is tudom, talán valaki rosszul játszott valamit, vagy valakinek meg kellett ismételni egy frázist, akkor megkérdeztem magát, hogy miért nem sikerül ez most már, az előbb sikerült, és akkor azt találtam, hogy biztos azért, mert zsidó vagy. Akkor a zenekar egyik fele kínosan nevetett, tudván, hogy aha, hogy ez a Marci, ez most viccelt, éppen egy rossz helyen, rossz például, a másik fele meg hüledezett, és utána azt hiszem, bocsánatot is kellett kérnem. Szóval azt hiszem, ez egy kicsit kellemetlen dolog, kellemetlen történet, vagy egy kellemetlen tapasztalat az, hogy a naivitásom, hogy én most vicceltem, srácok, az nem, az ugye a naivitásomból kifolyólag nekem ez nem egyértelmű, vagy nem egyértelmű az, hogy másoknak, hogy én viccelek, miközben én azt gondolom, mindenki ismer, és mindenki tudja, hogy persze, hát igen, tudom, hogy miről beszélsz, és aztán egyszer csak találkozom valakivel, hogy kér tőlem bocsánatot, vagy érzem ezt, hogy bocsánatot kell kérnem azért, amiben azt hiszem nem követtem el. Hibá, de talán ahogy megyünk előre az időben, úgy válnak ezek a dolgok egyre súlyosabban, és egyre kevésbé szabad viccelni. És hát egy alapvetően szomorú felismerés volt nekem az, hogy a mai Magyarországon nem nagyon lehet viccelni.